Tudtuk, hogy San Marino ellen nem kizárt a több gólos győzelem, valamint őszintén szólva az sem lett meg, hogy betaláltál. Elsőre centiken múlott a mesterhármasod, másodszorra pedig úgy az önzetlenséget kellett hozzá. Elégedett vagy ezzel a két góllal? Nem vagyok elégedett, én leszek mindig az én magam legnagyobb kritikusa. Másfél időben is volt helyzetem a kapufa, de nem lehet minden meccsen, három-négy gólt előni, majd a következő meccsen is lesz. Ma 5 percet kellett várni a gólodra, Genkben a debütáló meccsen pedig a beállításodat követő 4. percben voltál eredményes. Mennyire követted az ottani debütáló gólod utóéletét? Itthon szinte végig söpört a médián, és rengetegen megnézték ezt a gólodat. Igen, láttam, követtem mindent, elolvastam minden cikket, meg minden videót néztem róla, úgyhogy eljutott hozzám. És ott Belgiumban mekkora visszhangja volt ennek a találatnak? Hisz ugye ezt állítottam, hogy egy nem mindennapi bemutatkozásról beszélünk. Igen, Belgiumban is volt azért visszhangja kevesebb, mint itt otthon, de ott is volt. Volt is egy olyan cikk, hogy harmadik leggyorsabb gólövő voltam, aki debütált, úgyhogy ott is volt azért híre. Néhány külföldön játszó csapattársad elégedetlen a kevés játék lehetőséggel, amit kap, gondolok itt például Balogh Botondra. Te mennyire érzed magad jól Genkben? Jó helyen vagy ott? Jó helyen vagyok ott, igen. Amikor nem játszok az első csapattal, akkor visszajátszok a második csapattal, hogy megjelenjenek a perceim. És amikor meg percet kapok, azt meg ki kell használnom természetesen. San Marino után a lengyelek következnek kedden idegenben. Legutóbb a lengyelek ellen 2 gólt is szereztél. Most mit vársz a soron következő mérkőzéstől? Nehéz meccsre számítok, mert nekik is nyerniük kell, meg nekünk is nyerniünk kell. Úgyhogy szerintem egy kiki mérkőzés lesz, és minden helyzetet be kell majd jönni.